erős vár mi Istenünk. Bizony 500 éve immár szól hozzánk ez a köszöntés, ez a bibliai idézet, erős vár mi Istenünk. Idén 500 éve, hogy elindult a reformációnak szellemi, lelki, megújulási folyamata, amelynek gyümölcse kézzel foghatóan az is, hogy ma itt lehetünk evangélikus gyülekezetünkbe, és ünnepelhetjük nem csak Luther Mártont és az ő munkásságát, hanem sokkal inkább az egyház urát, ami mennyei jó atyánkat, aki megtartja az ő népét, és megtart bennünket is. A mai vasárnap azonban nem csak az egyház születésnapos, hanem szeretettel hívtuk azokat is, akik most októberben, ebben a hónapban ünnepelték, vagy ünneplik születésnapjukat, őket is szeretettel köszöntöm. Az ő részüke is lesz majd köszöntés, nekik is szeretnénk kedveskedni. És szintén megkülönböztetett szeretettel köszöntöm körünkbe Semes Bogya Esztert, aki pedig zenei szolgálattal fogja emelni mai ünnepünknek a fényét. Kezdjük el mostani Isten tiszteletünket 254-es számú énekünkkel. Ez a jól ismert, erős vár mi Istenünk kezdetű ének, és hagyományaink szerint ennek az első versét helyünkön fennállva énekeljük el. Thank you.
szeretik. Ti ez ő nekik. Ilyenk a énekes könyvünkben lapozzunk a 715-ös oldalra, 715-ös oldal, amely lap alján található vasárnap reggeli imádságot mondjuk el, imádkozzuk majd el közösen a bevezető ige után, 715. oldalon kezdődő vasárnap reggel című imádság lesz majd. Pál apostol írja rómaiakhoz, közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, tudniillik Jézus Krisztusban, az nem szégyenül meg. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, úgy most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Közel van hozzád az ige, a te szádban, és a te szívedben. Imádkozzunk együtt az énekeskönyv imádságával. Szent háromság, egy Isten, tied életem minden napja, de a mai nap legyen különösen is tied. Hadd szenteljem ma neked testemet, lelkemet, minden gondolatomat, szavamat és cselekedetemet. Dicsérem nevedet, Atyám és Teremtőm, mert tőled, általad és érted van minden. Áldott légy, hogy magadhoz vonsz mindeneket. Áldott légy, hogy magadhoz vonsz engem is. Add, hogy a nyugtalan világban ma benned találjak nyugalmat. Dicsérem nevedet, Uram és Megváltóm, mert győzelmet arattál bűnön és halálon. Áldott légy, hogy keresed az elveszettet. Áldott légy, hogy keresel engem is. Add, hogy igédben és szentségedben ma veled találkozzam, s benned örvendezzem. Dicsérem nevedet, vígasztaló Szentlélek, mert egyházat gyűjtesz a világból. Áldott légy, hogy téríted a tévejgőket. Áldott légy, hogy térítesz engem is. Add, hogy a hívek közösségében ma megteljek erőddel, s épüljek hitemben. Tied vagyok, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Add, hogy ma felüdüljön benne testem, lelkem, s mindenem. Ámen. Mai vasárnapunkon ünnepeljük a reformációt, ami szó, idegen szó azt jelenti, újjá formálni valamit. A most következő felolvasandó ige, amelyet az apostolok cselekedetei 8. részében találunk meg a 26. verstől. Fanni, kérlek, fáradj ki, egy ilyen reformációt mutat be az etióp kincstárnok megtérését. Helyünkről fennállva hallgassuk Isten igéjét. Az etióp kincstárnok megtérése. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj dél felé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi Kardakénak, az etióp királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálembe járt Istent imádni. Visszatérőben hintolyan ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon föl, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt.
amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt úgy nem nyitja meg a száját, megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel. Mert ítéletet felvétetik földről, az udvari főemben megkérdezte a Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az úri főember. Íme itt a víz, mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedben hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolt, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mindketten, Fülöp és az udvari főember. És megkeresztelte őt, amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cézareába nem ért. Adja Isten, hogy ez a kincstárnokhoz hasonlóan, Isten igéjével betelve mi is majd örvendezve haladhassunk tovább utunkon. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet. Reformáció alkalmából először hallgassunk meg egy verset, kedves testvérünk, mondja el saját versét erre az alkalomra. Ötszáz éve, hogy tanait Luther Márton kiszögezte, reményt adva ezzel a szegények kezébe, hogy mit tartalmaznak ezek a tételek, ha nincs pénzed, szegény vagy, hittel üdvözülhetsz. Vállalva ezzel a bújdosást, üldöztetést, de szíve mélyén hajtotta a nemes késztetés. Varbút várába rejtette el magát, de itt sem tétlenkedik, németre kezdi fordítani a Bibliát. Így Isten törvénye eljut minden házba. Terjed a feloldozás, és Istenhez a hála. Évszázadokon át formálódik a keresztény világ, betöltve engedelmesen Isten akaratát, hogy bármilyen felekezetű, keresztény is vagy, egységbe Isten szeretete forraszt. A katolikusok is dolgoznak a nemes ügyben, hogy protestáns katolikus most együtt ünnepeljen. És szívünk ezért örökre hálás. Álljon itt most a katolikus testvéreknek is egy őszinte főhajtás. Istenünket kérjük, sok Luther Mártont küldjön le a földre, hogy felekezeteink megmaradjanak örökre. Kérlek, Urunk, tartsd meg ezt a reményt bennünk, ha bűnbánattal eléd állunk, mindannyian üdvözlünk. Köszönjük szépen. Valóban ez a mostani ünnep nem szabad, hogy csak egy-egy felekezetről szóljon, hanem az egész kereszténységnek ünnepe, hiszen mindnyájunknak szükségünk van megújulásra. És hadd következzen most a gyermekeknek a szolgálata, kérlek, hogy fáradjatok ki, akik szintén egy verssel készültek, szintén Luther Mártonnal kapcsolatban, az ő történetét mesélendő el, utána pedig egy éneket fogunk hallani tőlük.
Vesznék Pál Isten harsonása. Mint gyermek indult el a kis bányászházból, aztán elbúcsúzott jó tanítójától. Majd egy napon feltűnt Ágoston barát, kolostori cella képezte otthonát. Sanyargatta testét s vezeken, alig vett magához valami eledet. Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el, üdvösség korába hogyan jutatna fel. Kolostor társai látták térdepelni, mert az üdvösséget ki kell érdemelni. Ezt hallotta akkor minden ő kortársa, suhogott is sokszor önsújtó körbácsa, mely ott függött, mindig kis cellája falán, a testi vágyai rátörtek néhatán. S egy napon csodással ragyogott fel benne, Isten igényének tiszta szent értelme, Isten mindenkinek adott amnestiát, mindenkiért halni engedte szent fiát. Kegyelem hitáltal minden elítéltnek, gyógyír volt az után megsebzett szívének. Szívére szorítva kapcsos Bibliáját, vitte azt, mint Isten igéje fákjáját. Szentlélek járta át, hevítette lelkét, s eloszlatta minden eddigi félelmét. Bár sokszor szembeszállt már vele a félvilág, ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. Írása eljutott országhatáron át, távoli népek is figyelték már szavát. Krisztus volt alapja harcának, hitének, csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények. Bár ellenségei nem nézték tétlenül, Luther mégis hegyt állt mindenütt emberül. Így lett a szerzetes Isten harsonása, beszél ma helyette sok szép tanítása. Csak hitáltal lehet igazá az ember. Beszél ma? Csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen. Bár a fákja művőt már rég kripta zárja, de mint bátran emelt, ma is ég a fákja, s lobogva hirdeti szerte tiszta fény. Hitáltal van üdvünk a Krisztus érdemén. Nagyon ügyesen tartatok. Most pedig az ének következik, amit követhetünk is, sőt együtt énekelhetünk a gyerekekkel az énekes könyv 568-as számú énekehez. Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézus ismer, ez a kezdő sora az éneknek. Istennek a számunkra adott legnagyobb ajándéka, úgyhogy ezzel az ajándék, ennek az ajándéknak a felmutatásával szeretnénk kedveskedni azoknak, akik születésnaposok ebbe a hónapba, úgyhogy szóljon az Istennek a dicséret, kegyelem, nagy kegyelem. Köszönjük meg a gyerekeknek a szolgálatukat!
Fájdjatok helyetekről! És ebben a megajándékozottságban örvendezve szeretném most kiszólítani mindazokat, akik októberi születésnaposok, hogy egy igéslappal és egy áldással hadd köszöntsük őket. Sokan, sokan lesznek, igen. Termékeny hónap 34-en vannak a nyilvántartásunk szerint születésnaposok. Jó, sokan is eljöttünk, úgyhogy hála az Úrnak ezért. Az áldás a lapon így hangzik, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Isten értessen sok szeretettel. 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 Jó tortásat, jó Isten értessen sok szeretettel. Isten értessen sok szeretettel. Isten értessen sok szeretettel. Istenünk, ami mennyei atyánk, aki egykoron élettel ajándékozott meg, Jézus Krisztus, aki önmagát áldozta érted, és a Szentlélek Isten, aki hitet ébreszt szívedben, legyen veled, tartson meg életed útján minden napon. Amen. Foglaljunk el. Az ige hirdetése szintén egy gitáros, zongorás énekkel készülünk. Kiosztásra kerültek kis lapok énekszöveggel. Az énekszövege így kezdődik. Rejts most el szárnyad alá, erős kézzel takar be engem. Istennek az óvó, védő szeretetéről szól ez a dal, amelyet megfogalmazunk minden egyes köszöntésünkben, amikor azt mondjuk, hogy erős vár a mi Istenünk. Szóljon most ez az ének. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg mai igehirdetésünk alapigéjét, amint megírva találjuk a 46. Zsoltárban a következőképpen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országot inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Ámen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Viharos időket élünk. Viharos időket, és itt értem először is az időjárásnak a viharait. Hiszen tegnap is, tegnap előtt is fújt a szél nagy viharosan, nem vagyunk ehhez hozzászokva. És ma is jött, nem tudom ki, hogyan vele, nekem a telefon küldi mindig reggel az értesítés, hogy ma milyen idő várható. Ma is ez volt a reggeli örömhír, hogy szélvihar várható délután, újból jön valami hidegfront, valami szélvész. De hát ugye ezek a széllökések csak enyhe szellőnek számítanak akkor, amikor azokra a nagy viharokra gondolunk, amelyek ugye az Atlanti-óceán térségében keletkeztek, és hetekig erről szólt a sajtóban sok hír, hogy ezek a hurrikánok hogyan csaptak le ugye a Karibi tengernek a szigetvilágára, hogyan érték el az Egyesült Államokat, és hogy milyen károkat, sőt halálos áldozatokat is okoztak ezek a viharok. Idén különösen is sokat hallottunk ezekről a hurrikánokról, hiszen teljesen kivételes az, hogy idén már 10 ilyen nagy vihar jött létre ebben a térségben, és pusztította végig mindent, ami az útjába került. És ezek a forgószelek, ezek mindig a felmelegedett óceán környékén jönnek létre, ahol kicsit melegebb a víz, és elkezd kavarogni a különböző légnyomások miatt a levegő, és egy ilyen forgószél alakul ki, amely nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kezd el forogni, és közelít mindig a szárazföld felé. És ebben a gyors forgásban, mozgásban pedig, ahogy a kis homok részecskék egymáson ütköznek, surlódnak, feszültség jön létre, és ez okoz hatalmas villámokat is. Ha nem lenne elég még a szélnek a süvítése, meg a csapása, még bizony villámokkal is tarkítottak sokszor ezek a hurrikánok. Nem ritka az sem, hogy elérik a 200 vagy éppen a 300 km/órás széllökéseket is ezek a viharok. De nagyon érdekes, hogy ezeknek a forgó szeleknek, a hurrikánnak van egy úgynevezett szeme. Mégpedig ez a viharnak a közepe. Hogyha műholdképen is esetleg televízióban láttuk, hogy egy nagy forgó örvényt képzeljünk el, és a közepén van egy lyuk. A közepén van egy lyuk, ez a viharnak a közepe, ahol viszont teljesen szélcsend van. Ugye ott körülötte kavarok, forog és a szél és villámlás és minden vihar, de ott középen, abban a kis lyukban, ott csend van, ott nyugalom és szélcsend honol. Miért hoztam ezt a példát? Azért, mert felolvasott igén kis viharokról szól, de már régen nem az időjárási légköri viszonyokról, hanem életünk
viharairól. Életünknek azon viharairól, amiket jól ismerünk, és amik szintén akadnak, azt gondolom, szép számmal. Jönnek a széllökések, jönnek a hullámverések, és mi próbálunk a felszínen maradni. De sokszor úgy érezzük, mintha az elemekkel küzdenénk. Amikor annyi helyen meg kell felelni munkahelyen, meg kell felelnem a családban, meg kell felelnem az én környezetemben, teljesítenem kell. Vagy amikor kevés az időm, fogytán van az energiám, nincs elég pénzem, pedig annyi feladat lenne, annyi dolog lenne, amit meg kéne valósítanom, amit el kéne végeznem. Vagy éppen a bajok érnek utol. Amikor jön valami betegség, jönnek valami gondot okozó dolgok, amikor komorság ül ki az arcomra, jön valami lelki fájdalom, jön egy baleset, amit senki se várt, vagy éppen jön egy szomorú haláleset. Mind-mind viharok. De lehetnek ilyen viharok bárhol az életünkben, kapcsolatainkban, házasságunkban, iskolában, akárhol, ahol megfordulunk. És tudjuk jól, hogy a mindennapokban ezek a viharok nem egyesével szoktak jönni. Ahogy a magyar mondás is mondja, hogy csőstől jön a baj, ugye? Hogy egyszerre érnek ezek utol bennünket. És hogy mindezeket a viharokat, amely ott van mindannyiunk életében, mindenkinek az életében, hogyan éljük meg? Hogyan éljük ezeket meg? Legtöbben talán idegesen, kimerülten, aggódóan, vagy éppen valamilyen örömpótlékkal, valami búfelejtővel, ami csak pillanatnyi örömöt ad nekünk. És a hullámok pedig csak jönnek, és nem akarnak megszűnni. Nem véletlenül hangzott el néhány napja egy orvosi konferencián, hogy Magyarországon az ilyen lelki eredetű betegségek szinte már népbetegségek, de így van ez világszerte is. Becslések szerint nagyjából csak Magyarországon 2 millió ember szorulna valamilyen lelki, mentális segítsége, tanácsadása, vagy éppen orvosi segítsége. Annyira jelen van és elterjedt közöttünk a depresszió, a szorongás, vagy más lelki tünetek. Bizony ez lesz a vége akkor, amikor csak mi magunk akarunk szembeszállni a fejünk fölött átcsapó hullámokkal. De vihartól tépázott életünkben megszólít ma bennünket Isten igéje. Isten igéje arra hívja fel a figyelmet, hogy ott a legnagyobb vész közepén is, a legmagasabbra csapó hullámok közepette is, a legnagyobb szélviharban is, amelyben életünkbe keveredünk, ott van a hurrikán szeme, ott van ez a viharnak a közepe, ott van Istennek a csendje. Az a megmagyarázhatatlan és érthetetlen nyugalom, békesség, amit mégiscsak Isten meg tud adni, mert ő jelen van életünkben. Megáll szilárdan, rendíthetetlenül. Őt nem befolyásolják ezek a viharok. Nem befolyásolja a világnak a folyása. Nem nincs rá hatása semminek, ami kimozdítaná, ki akarná mozdítani ebből a biztonságából az Isten szavát, jelenlétét és békességét. Hogyha hozzá menekülünk, hogyha belé kapaszkodunk, hogyha nála keresünk békességet, akkor megérthetjük, hogy az életünknek eseményei, sőt a világ eseményei is nem csak úgy véletlenül történnek, nem csak a gonosznak cinikus játékszerei vagyunk, hanem Isten tartja kezébe életünk alakulását. Ha az Úrhoz jövünk, ha nála keresünk oltalmat, akkor ő menedéket fog adni. És a viharok közepette is, a szélvész tombolása közepette is, gondok és bajok közepette is lehet Istennél békességre lelni. Ezt éli át a Zsoltáros is, itt a 46. Zsoltárban, amikor ezt írja, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. És ez a biztonság pedig Jézus Krisztusban lesz igazán
teljessé. Jézus Krisztusban hiszen benne Isten emberé lett. Többé már nem csupán egy távoli, láthatatlan, így az elképzelésünk szerint egy felhőkön trónosuló úrról van szó, hanem Jézusban közel jött, emberé lett. És az ő szeretetét, kegyelmét és a bűnbocsánat lehetőségét nyilvánítja ki számunkra. Mert Jézus ezért jött el a földre. Azért, hogy az ember el ne vesszen bűnei miatt, hanem kegyelem által örök életet nyerhessen. Krisztusért, mondom, kegyelemből, hitáltal. Ezért pedig Jézus az életét adta a Golgotán. Érted és értem is, életét adta Jézus. És hogyha más nem is, már ennek a nagy szeretetnek a ténye adhat nekünk boldogságot, békességet. Hogy lehet, hogy úgy éljük meg, hogy az egész világ összeesküdött ellenem. Mindenki ellenem van. Nem szeret senki, senki igazán, mondja egy régi énekünk. De Jézus akkor is ott van. És az egész mindenség szeretetével fordul hozzád, hozzám, mindannyiunkhoz. És ha ez nem lenne elég, és harcaink idején jövünk hozzá, ő az aktuális helyzetünkben is tud hozzánk szólni. Tud nekünk adni új erőt, le tud bennünket csillapítani, és tud adni olyan békességet, amiben megláthatjuk a tovább vezető utat, amit talán addig, ami nagy kapkodásunkban, idegeskedésünkben, aggodalmaskodásunkban nem vettünk észre. Mert Isten mindig ad tovább vezető utat. És ez az út általában keskeny út. Keskeny út, amin csak akkor tudunk végigmenni, ha őt, a mestert követjük. Felolvasott igénkből ered, jól ismert evangélikus köszöntésünk is, ugye erős vár a mi Istenünk. Ugye a 8. és 12. versben is így olvassuk, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Erős vár a mi Istenünk. Eszembe jutnak ilyenkor magyar váraink, amelyek szépen felidézik a dicső múltat, a középkornak a lovagi világát és azt a lovagi romantikát, amiben élhettek azok az emberek, akik lakták annak idején ezeket a szép építményeket. És ezek a várak ma is, ha megkopott fénnyel is, ha egy kicsit romosan is, de ott állnak a hegytetőkön, ott állnak és hirdetik az idővel, a történelem viharaival dacoló állandóságot. Ezekre a szép várakra talán olyan tisztelettel tekintünk föl, vagy olyan álmodozva, hogy milyen jó is lehetett annak idején régen. De ma már csak múzeumként használjuk ezeket. Ma már nem veszük komolyan, hogy ez az épület bármi védelmet tudna adni. Néha alkalom adtán egy-egy családi kirándulás idején talán ellátogatunk oda, és megnézegetjük a régi múlt köveit. És attól félek, hogy sajnos sokszor így tekintünk Istenre is, mint erős várunkra. Ami talán régen a régieknek sokat jelentett, az Istenbe vetett bizalom, a hit. Talán még Luther Mártonnak, meg még az elmúlt évszázadoknak, a híveinek, vagy éppen a mi őseinknek talán még sokat jelentett az Isten követése. Talán még az én nagymamámnak, nagypapámnak sokat jelentett az Isten követése. Talán még az én szüleimnek fontos volt az Istennel való kapcsolat megélése. Talán régen gyermekként még az én szívemet is átjárta, izzította az Isten beszéde, meg az énekek, meg az Istennek az igéje. De ma már talán sokak számára megkopott a fénye. Ma már kinőttem belőle, ma már eltávolodtam Istentől, ma már csak úgy szép alkalmakon, néha-néha jövök az Isten házába is, olyan szép idézetekként tekintek a Biblia verseire, ami néha-néha úgy elém kerül. De testvérek, Isten nem öregedett meg. Nem fogyott el az ő ereje és hatalma. Ő még mindig ugyanaz az Isten, aki volt a próféták, meg az apostolok idejében is. Ő ma is ugyanúgy élő és ható, és kínálja nekünk a kegyelmét és a békességét. Nem csak olyan
bibliai szép idézet ez, nem csak olyan ünnepi beszéd, vagy olyan, bocsánat, papos szöveg, hanem ez az életünk, az életnek a beszéde. Istennek a szava ma is szól, és kész bennünket újjá formálni, megreformálni. Képes a kemény szívet megpuhítani, a közönyös érdeklődését felkelteni, a hitetlenkedőnek pedig bizonyítékot adni önmagáról. Isten tehát ma is él, ma is munkálkodik, és ma is jelen van a szívekben, az egyházban, a gyülekezetben, és hiszem azt, hogy itt a mai ünnepünkön is. Nála pedig békességre lelhetünk mindannyian. És végül még emlékezzünk meg arról, hogy ez az örök rendíthetetlenséget hirdeti a mai 500 éves évfordulónk is, hogy mennyei atyánk már fél évezrede megtartja a reformáció népét és az evangélikus egyházunkat is. Ebben a viharok közötti békességben munkálkodott egykor reformátorunk Luther Márton is. Róla is szóltak a versek, amelyek elhangzottak, hogy a Biblia igazságát felmutató élet már akkor sem volt népszerű. Luther Mártonnak is bizony sok vihart kellett átélnie élete és munkássága során. Nem egyszer megfenyegették, nem egyszer a hozzá legközelebb álló barátai, munkatársai fordultak ellene a Biblia tanítása miatt. Volt, hogy elrabolták, volt, hogy álnéven kellett bújdosni a Wartburg várában, volt, hogy lázongó tömeget kellett lecsitítania, és nem tűzzel meg vassal, csupán Isten igéjével. De mindezekben a próbákban is megtartotta őt az Úr. Az ő békességét ajándékozta neki, és csak ezért, egyedül ezért soha nem hátrált meg. Itt állok, másként nem tehetek. Ez az elhíresült mondata is ezt a hozzáállást tükrözi. Élete és munkássága Isten eszköze volt. Egy olyan eszköz, amellyel újjá formálta Krisztusnak népét minden gyülekezetben, minden felekezetben, formálta az egyházat, és formálta a világnak a gondolkodását is. Isten pedig ma is munkálkodik az akkor született felekezetekben, a meglévőkben, és azt hiszem, hogy itt a mi gyülekezetünkben is. Tisztítja a szíveket, megszentel, vezet bennünket, és nekünk ajándékozza minden értelmet meghaladó békességét is. Ne csak mondogassuk hát, testvérek, hanem éljük is meg, tapasztaljuk is meg, értsük is meg, hogy erős vár a mi Istenünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy Te itt vagy, jelen vagy, nem csökken, nem szűnik meg a Te erőd, és ma is szól a Te igéd, ugyanolyan határozottan és erővel, ahogy mindenkor megszólalt. Add, Urunk, hogy tudjunk Te hozzád így fordulni, aki mindig jelen vagy életünkben. Tudjunk a viharaink közepette is Te hozzád jönni, megtalálni nálad azt a békességet, amely felüdít, amely bűnbocsánata és új életre vezet. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. A folytatásban szeretném megosztani gyülekezeti hirdetéseket. Jövő héten, kedden gyülekezettel, egy csoporttal Budapestre indulunk, ahol a reformáció 500. évfordulójának lesz egy nagy nemzeti megemlékezése. Ide a busz majd reggel 7 órakor fog indulni innen a templom elől. Aki nem tud eljönni a rendezvényre, annak jó hír, hogy ezt a műsort, legalábbis az elejét, az istentiszteletet a televízió is fogja közvetíteni élőben, tehát kedden 10 órakor. Sajnos nem néztem meg talán a Duna televízión, de ezt ne vegyék biztosra. Tehát a Magyar Televízió fogja közvetíteni ezt a programot. Utána szerdán, november 1-én temetői istentiszteletet tartunk, délután 3 órai kezdette. Tehát november 1-én délután 3 órakor lesz temetői istentiszteletünk.
Ha Isten engedi és élünk, akkor jövő héten vasárnap megszokott rendben 9 órai kezdettel lesz Isten tiszteletünk, amely hónap első vasárnapja lévén úrvacsorás alkalom lesz. Oda is hívom és várom majd a gyülekezetet. Megérkezett az evangélikus hírlevél, gyülekezeti újságunk, Bakonycsernyei gyülekezettel közösen adjuk ki. Ez is megújult, reformálódott, immár színesen sikerült ezt kinyomtatni, úgyhogy talán még barátságosabb lesz ez az újság. Vigyünk belőle, ne csak magunknak, hanem rokonságba, szomszédságba, utcába is, hogy minden példány kerüljön kézbe, kerüljön olvasásra. Szeretném megköszönni azoknak, akik a takarítás szolgálatát végezték ezen a héten, és köszönöm mindenki segítségét a templom felkészítésében, az egyházi feladatok elvégzésében. Isten legyen ővelük és áldja meg munkájukat. Az alkalom után majd szeretett vendégségre hívogatunk mindenkit oda át a gyülekezeti terembe, ahol befűtve, terített asztal mellett tudunk még egy kicsit találkozni, beszélgetni. Hirdetem még végül adományainkat. Persely pénzünk múlt vasárnap 12.700 forint volt, és Isten előtt ismert családtól 50.000 forint adományt kapott a gyülekezet Isten dicsőségére. Az Úr áldja meg az adakozókat, és adja meg az adományok bölcs felhasználását. Isten tiszteletünk most a 283-as számú énekkel folytatódik, utána pedig szeretettel szólítom Semes Bogya Esztert, hogy ossza meg velünk mindazt, amit az Úr a szívére helyezett. Kimondottan evangélikus dologat hoztam, remélem tetszeni fog a kis műsoron, hallgassák szeretettel. Azokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben.
Istennek őrizgetjük szellemét, mindenki egy-egy gyermek a hígen. Mindazokért, akik elzárkóznak a jótól, akik nincsenek itt, s nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya végén. Végig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, hogy sohasem újjon el. Végig érjen a fény egész életünkön át, hogy nyithassa két személy, mindig erre van. Mint azokért, kik ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek otthon rég nem vár már, és mindenkiért, aki nem lehet itt, mindenkiért egy-egy gyertya hígje. Mindazokért, akik nem vették még észre, örök bilincs kell minden fegyvert fogó kézbe, és mindazokért, akik nem hiszik el, mindenkiért egy-egy gyertya hígen. Végig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk, végig érjen a fény egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre Istenem, neved áldott legyen.
kendőbe zárta őszhaját, ahogy a régi nagymamá, s alatt a apánk nem figyelt, esténként csúgva kezdte el, tedd össze így a két kezel, így teszi minden jó gyerek. Szomorú szemmel végig mért, s nevetünk Isten tudja mi. Nézd csak fel az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők a repülőt, és nem látták se hú. Kellett fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kellett fenn egy ország, amit senki nem talál. Kellett fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kellett fenn egy ország, amit sosem rontunk. Felnőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy kőre hajtja a kis fejét. Az harca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel az híg magas, csak hadd mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők a repülő. Nővérem a hold,
dicséretét. Meglátom őt mindenben szép. Ő alkotása mind az, mit látsz, tér vissza hozzá, a békességre vár. Mint ropogó csontok a magján,
leverek forró ágyamon. Barátaim elhagytak engem, egyedül maradtam már. Lelkemet kiürítettem, mint aki nagyobb vendéget vár. Nem az éneken szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Dobbanj föl új dal, te mindenható, szűj engem újra, te csodaszép. Úgy fekszem itt, mint a főnix, ki félve reméli a tüzet, amely el fog majd égni, s amelyből újra szület. Lobbanj föl, röpíts el engem, piros szoknyáid között, egy dallal ölöm meg azt, aki voltam, és már más leszek. Nem az énekel szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Dobbanj föl új dal, te mindenható, szűj engem újra, te csodaszép. Nem az énekel szüli a dal szüli énekesét. Dobbanj föl új dal, te mindenható, szűj engem újra, te csodaszép. Férfinak
kit a sors már megpróbált, és sok év után most kenyerét félti, úgy érzi nincs tovább. Mit tegyen, aki fiataltól van minden iskolán? Családot otthont, jövőt tervezne, támaszt mond hol talál. A magasból nézve ránk, hagy most a megváltó szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Nézd le ránk, hagyd most a szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Isten, óvd a gyermeket, ki ártatlan, tiszta mély. Körötte csalás, hazugság, önzés, mindenből mit sem ért. Kísérje útján a szeretet, legyen értelme, hogy él. Védkeinkért ne bűnhődjön, neki még adj esélyt. A magasból nézd le ránk, hagyd most a megváltó szent igét. Ki nehezen él és fél a holnaptól, annak a szó már nem elég, szívében oly nagy a keserűség. Isten, tudom létezel, tudom hallasz, tudom látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt, a fájdalmas ruhász. Annyi most a szenvedő, kit elhagy föld és ég. Segítsd hát e nehéz idő, szorongó gyermeké. És akkor még egy utolsó dal. Dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég. Nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Parasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, amikor ne lenne látható az Isten. Dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég.
látható az Isten. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. És boldog ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönöm. Biblia azt mondja, hogy amivel telve van a szív, az szólja a száj. Köszönjük, Eszter, hogy mindezeket megosztottad velünk, és hát átéltük ezt, hogy nem csak dalok szóltak, hanem a te szíved kincseiből is, az Istentől kapott kincseidből is megosztottál velünk. Köszönjük szépen ezt. Isten áldását kívánjuk életeddel. És téged is, és mindnyájukat hívok oda át a gyülekezeti terembe, ahol éljük meg még a közösséget, találkozzunk, kicsit beszélgessünk terített asztal mellett. És most a templomi alkalom lezárásaként mondjuk el együtt még az Úrtól tanult imádságot, és vegyük majd az ő áldását. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünkön fennállva fogadjuk az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon néked békességet. Amen.